Sziasztok, én Zazóka vagyok, folytatom a Two Worlds 2 végigjátszást. És ez a széria már egy új széria, tehát utolértem saját magamat. Ha jól emlékszem, akkor el kellett bújnom, mert itt ezek a dögevők, vagy kicsodák itt nekem támadtak, mert hát ugye egészen véletlenül a nevükből adódóan egyiket egészen véletlenül, tehát nem akarattal megöltem. És most kijöttem? Bántani fognak még vajon? Nagyon úgy néz ki, hogy igen, mert... Ha bántani fognak, akkor már csak egy ötletem van, hogy el kell teleportálni és vissza. Az bevált, ugye volt egyszer már egy ilyen eset a városban. De most lehet, hogy nem tudom. Hova tűntek? Felszedtem egy csomó mellékküldit, hát 2-3-at emlékeim szerint. No, jó, hol van? Nem tudom, most úgy abba maradt a izgatottságuk. Ennek nagyon örülök. És viszont azt elfelejtettem, hogy... Mit is kellene csinálnom? Természetesen nagyon régen játszottam a játékkal. Megtaláltam Eriket. Látok, megígérte, blablablabla. Igen, van egy főküldetésem, és van szerintem egy mellékküldetés. Küldetés, ez is az aktív. Legyen akkor ő az aktív. Tehát a főküldetésünk legyen az aktív. Azért megnézem a térképen is, srácok. Nehogy itt tévedés legyen. Látok, tehát vagyok. Igen, szerintem ő lesz az a főküldetés. És akkor itt van nekünk három mellékküldetés, amelyből az egyik azt nagyon régen vettem föl. Csak nem tudtam még ide bejönni. Sőt, ha jól látom, akkor még ott kint is van. Hú, na jól van. Oké, fiúk, nyomjuk, vágjuk. És lányok. Hoppá, Rézimi, hoppá, Rézimi! Hoppá, Rézimi! Te ki vagy? Vidon. Megnézzük, hogy a Vidon mennyire... Vidor. Mennyire bírja az ütéseket. A védekezni ő is szeret, nem tudom. Ezen a vidéken ezen imádnak védekezni. Én meg ugye azt meg nem szeretem. Hoppá, itt valaki nagyon bánt engem. Mérgezést kaptam. Hoppá, Rézimi! Kilövövöld az ilyen... Ott van. Ő egy varázsló Vidon. Varázsló Vidonnak... Akkor lehet, hogy nem mégse mérgezést kaptam, mert... igaz, hogy zöld volt... A... Jobb oldalon ugye, hogy jelzi az életerőmet, az zöld volt. Viszont most az eltűnt. A mérgezés az még nem arról híres, hogy csak úgy magától meggyógyul, azt meg kell gyógyítani. Oké. Nézzük csak, Míves Wakizashi. Wakizashi? Japán kard, igen, most azon gondolkodom, hogy ez valójában is? Wakizashi? Nem tudom most hirtelen, nem jut eszembe, hogy pontosan hogy kell ejteni. Tehát hogy van leírva, lehet, hogy pont Wakizashi, nem tudom. És azt se jut most eszembe hirtelen, hogy ez most a japánoknak a... Háromféle kardjuk volt, ha jól emlékszem. Volt egy hosszú kardjuk, egy közepes kardjuk úgymond, és volt egy nagyon rövid kardjuk. Szinte már-már tör. Nem jut eszembe most sajnos, így hirtelen, de hát ha majd egy kicsit lepereg a rozsda az emlékeimről. Viszont nagyon komor környék. Ugye ha jól emlékszem, ez a mocsár, amelyet pont az a... démon úr, vagy kit, akit ugye le akarunk győzni, valami egyetemi tanulmányai során hozta létre véletlenül, nem tudom. Kicsit tényleg majd fel kell frissíteni az emlékeimet. Erre emlékszem. Hogy itt most ezen a mocsáron vagyunk. Nagyon-nagyon-nagyon durva környék. Ó, de ez arany lenne szerintetek? K-
Kár, hogy nem lehet látni. Én szerintem nem, ha arany lenne, akkor vágjátok, mi lenne itt, mint az alaszkai aranyláz, vagy Yukon, vagy mit tudom én, hol volt. Nem, Yukon is Alaszkában van akkor. Nagy hülyeséget mondjak. Kaliforniai. Volt kaliforniai, alaszkai. Yukon? Yukon Alaszkában van. Igen, az egy folyó. Olvastam régen, bocs, hogy most erről beszélek, de most erről ez jutott eszembe, hogy olvastam, egy barátom kölcsönadott egy könyvet. Persze, hátulról is. Nem elég, hogy hárman vagytok. Na jó, van, nézzük. Ugye a szokásos kis taktika az az, hogy magam után csalom. Aha, ezt viszont nem szeretem, amikor még hátulról varázsló is köbdös. Tehát a jó kis bevált taktikát fogom akkor alkalmazni, hogy egy kicsit magam után húzom az ellen. Hát jön a varázsló. Mi lenne, ha a varázslót így megcsapdosnám? Hihihi, aha. Igen, te köbdös a háttérből, te rohadé. Nem értem, hogy miért arra csapott. Egy kicsit úgy néz ki, hogy a harc, tehát a cselekvésből, a gyakorlatból is kijöttem, na, végre. Meg a beszédből is úgy néz ki, hogy egy kicsit elszoktam, hogy kommentáljam az eseményeket. Na, a vidon, az egyik vidon az mindjárt kiesik, a varázsló. Innentől kezdve jó, viszont de jó, hogy hallottam, hogy dobog a szívecském, és hogy gyorsan megiszok egy kis gumibogyószörpöt. Aha, most meg te menekülsz? Igen? Igen? Hát, ne meneküljél, légy szíves, hanem ez az. Meneküljél és védekezzék el a hadék. Ott dögölj meg. Meg is dögölt. Jól van. Tehát, hogy az egyik barátomtól régen kaptam egy nagyon-nagyon érdekes könyvet. Ő neki az volt az álma. Hát nem is barátom, inkább munkatársam. Jó, legyen munkatársam, mert emlévigy viszont belegondolva nem voltunk annyira nagy haverok. Hanem tényleg így a munkatársak, és akkor ott voltunk inkább ilyen beszélgetős viszonyban. Na mindegy, szóval. Tehát, hogy neki az volt az álma, hogy egy ilyen hivatásos vadász ez, de nem Magyarországon, hanem külföldön. Hát nagyon kalandozó kedvű srác volt. És ő adott nekem egy könyvet kölcsön, amelyet vissza is adtam neki természetesen, mikor elolvastam. És a kanadai... hogy hívták őket? Lovasrendőr? Csendőrök? Az a lényeg, hogy Kanadában, itt a északi részen ők, tehát őrőlük szólt. És egészen pontosan ugye, ha jól tudom, nem tudom mikor vették meg Alaszkát az amerikaiak. Fú, basszus. Mindegy. És, de emlékeim szerint, hogy akkor még a kanadaiaknál volt. Vagy az oroszoknál volt? Nem tudom, várjatok, lehet, hogy most keverem valamivel. Az biztos, hogy a kanadai ilyen lovas csendőrségről szólt. Hoppá! Én most nézem, hogy az nem fa. És köpköd. Utálom a köpködőseket. Rovargyi. Nagyon jó. Mennyire hamar tudom le gyakni. Elég hamar. Igen, tehát arra tudja, emlékszem, hogy a kanadai lovas csendőrségről szólt az ilyen 1800-as években már. És nagyon tetszett. De már arra sem emlékszem, hogy miről szólt az. Várjatok? Azt tudom, hogy valami tél, tehát hogy valami nagyon zimankos tél volt, és akkor ugye nem elég, hogy valamilyen veszéllyel meg kellett küzdeni ők, hanem még ugye a havas tájjal is. Na, már itt is vagyunk. Szuper. De jó, hogy belekezdtem amúgy ebbe a sztoriba, és nem emlékszem rá annyira, hogy teljesen ki tudjam vagy elétek tudjam tárni az élményt. Na mindegy. Autómentés. Mesteri zár. Van nálam tolvajkulcs. Lehet, hogy bepróbálkozok vele.
Már csak azért is bepróbálkozok vele, mert ugye ebben valószínűleg, hogy itt is kijöttem a gyakorlatból. Jaj. Oké. Nagyon jó. Vannak még csodák, úgy néz ki. Ősi kultúrák és rendek, azt a mindenit olvasni is kéne. És most gondoljátok bele, hogy föltörtem egy ilyen rohadt zárat, és egy könyv volt benne. Nagyon jó, szuper, ennek úgy örülök. Pillanat? Na, egy kicsit köhögtem, bocsánat, valami itt nagyon irritálja a torkomat. Lehet, hogy pont az, hogy tényleg nagyon rég játszottam, és lehet, hogy be is fogok majd rekedni, mert tényleg hát egy hónapig nem vettem föl anyagot. Tehát augusztus ez ugye teljesen kiesett. Ezt ugye mondtam is sok videóban, hogy augusztusban ez lesz. És úgy néz ki, hogy hallottátok is, mert nem hiányolt senki. Tehát, hogy... Egész jó ez a helyszín. Ugye emlékeztek rá, hogy azért ott a városban, vagyis ott, hát ott... Ja nem is, bocsánat, nem is ezt akartam mondani, mert itt még nagyon nem voltam máshol. Hanem ugye Hatmandor, tehát a másik szigeten ott nagyon egysíkú volt minden. Nem tudom, hogy merre kéne menni, de amúgy se, ugye a kalandozó alapszabály, hogy a játékos kalandozó alapszabálya az az, hogy akkor sem arra felé megyünk, hanem földerítjük azokat a helyiségeket, amelyekre valószínűleg, hogy nem kell majd menni. Menjünk erre? Menjünk erre. Amúgy valóságban gondolom ott a teljesen más a kalandozók törvényei, mert... tehát nem igazán vinném a valóságban a vására a bőrömet valami könyvért. Vágjátok, találok valami ládát, és akkor de jó, egy könyv van benne, és akkor fölveszem a könyvet, és akkor megjelenik 50-ször. Na jó, tehát ez nem. Ez csak itt a játékban. Tehát kedves kalandozók, palántek, és csak a játékra vonatkozik. Ha valóságban mentek kalandozni, akkor célzottan. Akkor ne csavarogjatok sem erre. Nem ér annyit az egész. Pláne egy büdös, dohos könyv. Még akkor sem, ha ez egy nagyon ritka antikvári kaság. Oké. Hopp, jó, nem ellenség, hanem látom, hogy beszélni lehet vele. Master Demai. Whatever compelled you here, you have made a grievous mistake. Köszi. How is that? Just why are you here? Van nálad valami, amire szükségem lenne? Bocsánat a zavarásért. Persze, azért jöttem, hogy bocsánat a zavarásért. Nem. You have something I need. Insolent rabble. I'll never part with it. Never. Then we do this the hard way. Ajaj, bunyó lesz. Seems to be a few more to kill. Jó lesz. Öld meg, Demai mester. Jó. Demai mester, de miért nem adtad oda? Tehát legalább tárgyaltunk volna. Ez a baj a mostani világgal is, hogy nem tárgyalunk. Tárgyalni kell. Hát most miért kell nekem téged megölni? Tehát tárgyaltunk volna, hogy mit tudom én, valami, tényleg valami megállapodást kötni. De nem, öljelek meg. Hát most... Nesze. Tessék, Demai mester. Keresd meg a fürkész Teriknek. Igen, jó, olyan, ha valami fürkészért jöttünk. És ez nem az. Védelmezés, módosító. Milyen kétkezel... Ja, ez bot. Mármint, hogy mágus bot. Oké. Keresd meg a fürkész Teriknek. Hát nem tudom, hogy hol lesz. Az a fürkész. Először körbenézek. Aha, ott lehet, hogy ott lesz a fürkész. Jaj. Remélem, hogy ott lesz. Ó, hát valószínűleg, hogy itt lesz, mert nem egy túl bonyolult zár. Ez az. És ez az. Tehát remélem, hogy ebben lesz. Na nézzük csak. Ó, itt is van fürkész. Szuper, tárgy felvétele. Oké. Persze lehet, hogy ez csak egy sima fürkész volt, mert nem írt ki semmit nekem most a...
a játék, hogy menjek vissza, meg megvan, meg hű, de jó. Nézzünk bele még egyszer. Tárgy felvétele. Most már aztán teljes mértékben felvettem. Akkor azt mondja, hogy Y. Sötét hely, el kell vinnem a fürkészt Eriknek, hogy látóvá tegyen engem. Akkor nézzük meg egy térképet. Hát valószínűleg, hogy az volt az a fürkész, mert a térkép szerint, hogy a sárga zászlócska szerint is már ki kellene menni. Szuper. Tehát igen, arra számítsatok akkor, hogy nekem most megint egy hónap alatt visszaestem mondjuk fél évet, vagy még többet, hogy itt kommentáljam az eseményeket. Lassan, hát aki nézi esetleg ugye a Fable 2 sorozatot is, ott is ugyanez a szituáció van. Nem, tehát abból nagyon sok volt tényleg fölvéve előre, és még mindig van. Tehát még azt hiszem, még ma kerül föl egy rész. Ugye holnap töltöm föl akkor ezt. És van még egy rész a Fable 2-ből, de most már abból is akkor veszem föl az új részeket. És... hoppá! Itt nem voltam, nem erre kellene mennem. Vagy lehet, hogy igen? Aha, ott van a zászló. Tehát, hogy a Fable 2-ből is mindenféleképpen azt akartam, hogy utolérjem magamat, ugyanis nagyon sok hozzászólás érkezett, amellyel kiigazítottátok az én játék, hát nem stílusomat, hanem inkább, hogy a figyelmemet inkább akkor úgy mondom ráirányítottátok olyan dolgokra, amelyekre rá kellett, hogy irányítsam a figyelmemet, vagy irányít... mindegy. És... nem tudom, hogy majd azért... lehet, hogy jó, oké, nem. Lehet, hogy akkor most azért mégsem nézek körül, hanem akkor leadom ezt a küldetést. Tehát, hogy mit is akartam mondani? Igen, tehát, hogy és akkor ott is majd azokat a tanácsokat, amiket kaptam, hogy mire figyeljek, azokat majd ugye már az új szériába bele tudom rakni. Ott verdesett valaki a kis szárnyacskájával, és azért nem akartam arra menni, de... De pedig arra kell mennem. Nem baj, leverem, mi vagy te? Ez mi? Na gyere! Nagyon vaksi madár lehetsz. Na végre. Vízköpő? Vízköpő. Vizet köp? Na jó van, gyere, harcoljuk le. Vízköpő. Azért annyira nem erősik az ellenfelek. Mindjárt nem sokára meg is nézem, hogy például hogy állok a szintlépésekkel, mert nem emlékszem most már arra se, hogy hagytam itt a hősömet. Nem lépnik nekem ez a helyszín. Lehet, hogy máshol jöttem föl. Ácsi. Ó, de jó, örülök nektek, nagyon örülök nektek. Már megint három, ti mindig három, négyen vannak. Ú, basszus. Oké, akkor megyünk vissza. Ugye négy ellenfél azért egy kicsit sok lenne. Oké. Ne, gyere. Ugorj ki onnan. Hol vagyok már? Na végre. Oké, tehát... őt gyorsan leverem. Mindig amikor az a kis szemét köbdös, akkor arrébb kell menni. Na gyere utánam, gyere, harcoljunk. Nem! Rakd el a kardodat. Itt van még. Akkor először a varázsot elintézem, és utána... utána... hoppá. Utána téged. Kedves Vidon uraság. Nem tudom, kik ezek. Valami szamuráj féleségek lehetnek. De ezeknek is, mintha valami sakál fejük lenne.
Ja. Azt hiszem a katana a hosszú fegyver, a wakizashi az a középső kard. De az azért furcsa nekem, hogy wakizashi, mert én nem erre emlékszem, hanem más néven emlékszem az elnevezésre. Mennyi mágus van? Na jól van. Oké, zsoki. Még kettő kell, hogy legyen. Na jó, gyorsan. Nem totojázunk. Gyorsan leverem mind a kettőt. Két ellenféllel azért már elbírok. Na persze, meneküljél, így van. Azt üsd, mert az már nagyon gyenge. Mindjárt megnézem a... Meghaltál. Mindjárt megnézem a térképet. És rápillantok, hogy biztos, hogy jó fele megyek? Vagy ugye ott az alsó... Azon gondolkodom, hogy az alsó... Ugye labirintusban, amikor ott voltam... Akkor... De nézzétek, tehát... Olyan, mintha máshol jöttem volna föl teljesen. Vagy itt jöttem északról? Lehet, hogy így északról jöttem. Akkor forduljunk, ugye így észak fele. Na. Na mindegy, ez most megy megint egy olyan téma, basszus. Sokan vagytok, gyerekek. Tehát, hogy valami, mintha nem ezen az úton mennék vissza. Mennyien jöttök? Hárman biztos. Mint a távolban láttam volna őket. Pont a varázsló nem jön. Most mi van? Ja, hogy nem nincs nálam a fegyver. Bocsánat. Vedd már ő. Na vége. A fegyvert. Ez az. Ezt az egyet itt levágom. Utána jöhet a többi. Szépen lassan nyugodtam. Azt sem tudom, hogy mennyi pénzem van. Szerintem 100 000 fölött vagyok, nem? Nem emlékeztem. Aha, 127 000. Ő micsoda? Manna ital. Nagyon sok varázs cucc van náluk. Tehát ilyen manna ital. Életerő italt nem is emlékszem, hogy most vettem volna föl mostanában bármelyik ellenségtől. Mindegy. Eléggé cső pálya ez eddig. És arrafele néznek, látjátok? Érdekes. Gyorsan leverik egy párat. Ennek nem örülök, mikor védekezel. Fogjátok már föl. Na, nézzük a életenergiámat, és... Egyik kapott egy elég durva ütést, ő meg már meg is halt. Na. Ezeket az akciókamerát, váltásokat, ezek nem jók. Na gyere te is. Ez az. Tehát, hogy arra gondolok, hogy a kivezető utat másfele mutatta a labirintusból, és ezért kerültem most más útvonalra. Na mindegy. Hagyjál már a védekezéseddel. Ahogy nézem, hogy pont visszamegyek, leadni a küldetést, és akkor vége is lennek a videónak. No, nézzük. Ugye azért szedem fel a cuccokat, mert hát majd eladom őket. Soha nem lehet tudni, persze most ugye azt mondanám, hogy haj, de jó sok pénzem van. Ugye tényleg már 127 000 aura. De hát nem tudhatom, hogy még a játék a későbbiek folyamán mit fog nekem tartogatni. Elhagyatott műhely. Merre kell tovább mennem? Szerintem még,
Még nincs itt valami teleport, viszont nem látok sehol sem. Itt, nem itt voltam, hogy itt mentem be? Itt mentem be. Ja nem, zárva most azt írja. Nem tudom, lehet, hogy van ugyanilyen kinézetű több ilyen udvar és ház, de teljesen nekem az a... az ereng az emlékeimben, hogy itt mentem be. Na jó, mindegy. Hagyjuk. Hagyjuk az otyát játszani, jó? Nem. Ne. Tehát hagyjuk az otyát játszani nyugodtan, mert... látszik, hogy zavarba van. Nem tudjuk már megint, hogy merre járt, meg hogy járt. Hát ez lehet fiúk, hogy ez így nem jó. Na, most meg megint eltűnt a tévéképernyő, de jó. Még mindig csinálja ezt a tévém. Szerintem a tévét csinálja, tuti. Jönnek utánam? Ez az, gyertek csak. Jó kis taktikával. Na, talán most már leakadtak a többiek. Oké, oké. Nagyon keveset játszottam is. Még mondottam volt, hogy nem ezzel akartam ezt az egy hónapot tölteni. Játszottam, de inkább retro játékokkal, tehát hogy szépen az Amigát és a Commodore 64-et úgy rendezgettem, fejlesztgettem. Ugye az Amigához, azt talán még már a múltkori videóban is mondtam, de lehet, hogy nem. Ugye megint vettem hozzá valami cumot. Ja igen, megvan egy ilyen USB floppy emulátort, amely tulajdonképpen az eredeti floppy drive helyére kell csatlakoztatni egy olyan kis egység, de viszont ugye nem floppy lemezeket kell beletölteni, hanem van egy USB csatlakozója, és az USB torra rakjunk föl a virtuális, úgynevezett ADF kiterjesztésű floppy lemezeket, tehát ilyen virtuális floppy lemezeket, és akkor ugye onnan olvasom be. Hát tulajdonképpen számítógépen is így működik az Amiga emulátor, hogy ugye nagyon sok olyan játék felhasználói program, ami mind már megvan ADF-be, szépen ugye ezt át lehet konvertálni, és akkor ugye a virtuális meghajtóba rakjuk bele ezeket a fájlokat. Na, hát most így működik az én kis Amiga 500-asom is, amelyről lassan-lassan az Amiga 500-asról és a Commodore 64-esről is majd lesz egy rendes bemutató, tehát webkamerával, ugye nekem nincs rendes ilyen valami csúcsszuper kamerám. Talán a leges, legkomolyabb kamerám az a webkamera. Tehát, hogy valamelyest élvezhető minőséget produkáljak nektek. Na jó, jaj ne. Na jó, hagyjuk, nem veszem fel, annyira nem fontos a 50. vakizasi kardot fölvenni, meg manna italt. Oké, viszont ami fontos, az nem az, hanem hogy elrakjuk a fegyvert, és megnézem a térképet. Jó, akkor még mindig jó felmegyek. Csak tényleg, na valahogy úgy mintha most úgy teljesen lenne csapva az érzékem. És úgy érzem, mintha teljesen más útvonalon mennék, vagy hosszabb útvonalon, meg mit tudom én. Ilyen lókpikulát jutnak most eszembe. Igen, tehát, hogy ugye rendezgettem akkor na, gyerünk, már is meg. Rendezgettem ugye akkor ezeket a gépecskéket, olvasgattam ugye, sorozatokat néztem, például nagyon ráfügtem. Te ki vagy? A rettentő kolosszus eléggé sérül, tehát itt megint csak igaz az a megállapítás, hogy igaz, hogy nagynak látszik meg, de erősnek, de azért le lehet őt győzni. Pláne, hogyha bevetünk egy-két ilyen extra csapást. Na, jó, nem erős. De mondjuk persze ebből is kettő vagy három azért már fejfájást tud okozni.
No nézzük, mi van nálad, te rettentő kolosszus. Tuloxív főzet hatásának módosítása. Jó, hát... jó. Maradjunk annyiban, hogy... ez itt gyengus. Valami kis komolyabbat vártam. Növeli a főzet hatonyságát. Ez viszont ugye nem rossz, hogy növeli a főzet hatékonyságát. Fagy sebzés elleni védelem. Még beszélni is látjátok, hogy néha összeakad a szám, tehát annyira kijöttem a formából. Persze mondhatnátok volna, hogy hát gyúrni kellett volna augusztus hónapban, és akkor egy sokkal tapasztaltabb zuzóka jött volna vissza, akiből csak úgy ömlik a szó. Most nem az ömliket akartam mondani, mint szót, hanem mást. Betűvel kezdődik, de még hamar beépített. A beépített gát az életbe lépett. Na jó van, nézzük akkor megint ugye az a szituáció, hogy át kettővel elbánok. Nem akarok most nagyon messze futni. Csak ne védekezzél, tehát nem jó, ha védekezel, nem? Hidd el nekem, hogy nem jó, nekem nem jó. Neked se jó, mert csak tovább tart a játék. Mennyi az idő? Fél óra. Ami azt jelenti, hogy tényleg körülbelül visszaérek és leadom a küldetést. Ez az, megvagy. Na gyere ide, te... mit tudom én, zöld taknyot köbdöső varázsló. Na, gyerünk, üsd. Persze, még ott gyógyítsd a magadat, de nem tudom, mit akar csinálni. Oké, mit is akartam mondani? Igen. Tehát, tehát, hogy sorozatokat is elkezdtem nézni, de nem az újakat, hanem a régieket, ugyanis még nagyon régen, hát én szeretem a Star Trek-et. Nem is elsősorban azért, mert olyan hú de szuper sorozatok vannak belőle. Most gondolok itt arra, hogy azért az új nemzedék, hát aki már aki ismeri, ugye, az új generáció, ja, egészen pontosan, hogy hívják ő azt a színészt, aki ilyen kopasz, és a... nem. Milyen filmekben volt? A Wolverine-ba volt a... Na, azt is elfelejtettem. Nem jó, mindegy. Tehát, hogy abban volt ilyen szereplő, de azt szerintem, aki ismeri a Star Trek-et, azt tudja, hogy miről beszélek. És sajnos nem jut eszembe semmi. Többek között. És... tehát, hogy azért az erős... Szerintem, aki a Star Trek-et akarja nézni, mint sorozatot, mint univerzumot, meg akar vele ismerkedni, az ne azzal a filmmel kezdje. Ugyanis a Star Trek-nek az egyik jellemzője az ilyen régebbi Star Trek-eknek, hogy nagyon ilyen filozófálgatós, lelkizős, nem annyi akciós sorozat tulajdonképpen. Nem, erre kellene menni szerintem. Mint mondjuk más valamit tudom én, mint a Firefly, most bontam valamit, vágjátok. Te ki vagy? Pávatollas, akárkicsoda. Lábúj! Oh, de jó! Nagyon jó nevek vannak bennem. Úgy néz ki, mint a Mortal Kombatben az egyik ilyen harc, és nem tudom ki az, akinek ilyen 6 keze volt, vagy 4 keze volt, nem jut eszembe annak sem neve. De mondjuk az érthető, tehát az nem azért nem jut eszembe, mert hülye vagyok, hanem rohadt régen játszottam a Mortal Kombat-t. Na jó van. Na gyere ide, lábúj! Miért hívják lábújnak? Ilyen pók karmok vannak ugye a... Vedd el lábúj nyakláncát. Lehet, hogy ő például most egy... Ő egy mellékküldetés? Aha! Ő egy mellékküldetés volt, szuper! Na nézzük, hogy merre járunk, mert itt úton útfélem most már... Fölfele jöttem, akkor egy kicsit vissza. Erre nem tudok menni. Akkor még visszább, az tuti. Még a végén még itt is el. Tévedek, szégyen szemre. Nézzünk egy térképet.
tisztogatók tábora. Tehát én úgy emlékszem, hogy ugye valahogy így jöttem. Nem lehet itt valahol átjönni? Ne csinálja már a játék. Tehát vissza akkor éjszakra. Valahol csak át lehet jönni. Mert én teljesen így emlékszem, hogy itt jöttem. Nézzük csak. Arra biztos, hogy nem. Azt a mindenit itt... várjátok, ott mintha lenne a tetején valami járat. Zotya. Olyan hülyén ugrik, hogy hihetetlen. Na. Nem már. Léci, hagyd menjek vissza. Nézzétek meg. Tehát mint, nem is tudom, mint én ugrok, vagy a... valami apóka ugrik. Így ilyen, de... A Istenem. Na jó, térkép, nézzük meg. Hát pedig rohadtul nem, hanem valahol is át lehetne menni akkor ott. Tehát akkor vissza. Itt. De itt meg nem, mert itt meg szikla van. Aha. Ó, srácok, teljesen rossz fele jöttem. Tehát ez lehet, hogy ez olyan... megoldás volt, hogy itt le lehetett ugorni, de vissza már nem. Oké, hát akkor dögölj meg. Jaj, ha ezt tudom, miért csinálja? Ezt nem szeretem azért, hogy ilyen játékokban, amikor megbonyolítják teljesen feleslegesen a játékmenetet ugye ezzel. Don't say I didn't warn you. Ő ki is? A Alfa Rovardik, akkor ő valószínűleg nehezebb lesz legyőzni. De igazából úgy nézem, hogy nem nagyon sérülök. De jó. Nem mintha nagyon hiányozna, hogy sérüljek, természetesen, mert... így legalább... föl tudok jutni talán éjszakra. Na gyere te is, te rovaldi. A rovaldi. Hát azt akarom megnézni, hogy éjszakra most esetleg nem tudok-e jutni. Vagy csinálom azt, hogy ne húzzam az időt, hogy ugye van nálam teleportkő, és szépen olyan helyre teleportálok, és akkor, tehát vágjátok, hamarabb megjárom az utat. Ja, azt fogom csinálni. Használom a teleportkövet. Még jó, hogy eszembe jutott. Most. És valamelyik részben még régen ugye gondolkodtam is azon, hogy valahogy persze csak lehet itt teleportálgatni, nem? Teleportálgatni. Tudtam, hogy van valami útja módja neki, de aztán... aztán végül is ugye nem jutottam el odáig, hogy nagyon utána nézzek. Hol van? Ez az. Személyes, kizárólag szabad ég alatt. És van egy... van három ebből. Na. Mi van? Kizárólag szabad ég alatt vagyunk, töki. Ne szórakozz... aj, mindig rossz gombot nyomok meg. Nem sikerült valami miatt, de miért nem? A teleport használata. Nem, valamiért nem engedi. Lehet, hogy azért, mert hát ugye itt vagyok a lápon, és itt lehet, hogy valami... de örülök nektek, töki. Itt valami korlátozás van erre. Aminek nem örülök, meg annak se, hogy állandóan védekeznek, meg nem lehet használni a teleportkövet, meg ilyen másik. Nem szeretem. Gördülékenyen menjen az egész. Bing, bum, bum, bum. Oké. Most már megnézem viszont a térképet, hogyha ezeket legyőztem. És akkor lehet, hogy nem fogom leadni a küldetést. Na. Egész jó bírom az ütéseket. Azt hiszem talán még féltem is, hogy itt majd a láb, ebbe a mocsárban vagy lápon
ja, hogy mennyire erős ellenfelek lesznek, de nem. Tehát annyira nem vészes. Hopp, 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 itt vagyok. Nagyogó, most köpködjél botoddal. Valamit mintha hallanék. Na, megnézem gyorsan, hogy hol vagyok térképügyileg. Nagyon fönt éjszakon, az nem jó. Annak nem örülök, hogy ennyire fönt vagyok éjszakon. Tudjátok mit? Hát most már úgyis, már teljesen mindegy, nem fogom leadni ezt a küldetést, hanem ahogy nézem, itt van valami város. Tehát most már teljesen fölmegyek éjszakra, és valószínűleg, hogy gyerek is tuti biszti 100%, hogy lesz ott egy... Na, lesz ott egy teleportkő. Amin az mondjuk azon csodálkozom, hogy így ütközben nem találtam sehol sem teleportkövet. Persze az, hogy én most ugye elterveztem, hogy jaj, de jó, fölmegyek én oda éjszakra, remélem, hogy nem lesz semmi olyan erős ellenfél, ami ezt meggátolja, vagy valami olyan szituáció, ho-ho-ho-ho-ho, ez mi? Bidon. Na jó van, nem, ez valami romos rész. Tehát, hogy remélem nem lesz semmi olyan, akadály, mocsárvidék szíve, de jó fele megyek még? Még éjszakra megyek pedig. Na jó, elrakom a... Hú, gyerekek, valami nagyon zora helyre jöttem. Lehet, hogy nem lesz, nem olyan egyszerű ide föl, vagy oda följutni, de ha jól nézem, akkor egy kicsit itt rossz irányba jöttem. Hoho, szevasz, szevasz, sziasztok. Most minden... Aha, ezt az utat, ezt nem szabad elhagyni. Összegyűjtjük a szörnyeket, hogy milyen szörnyek vannak. Na. Hoppá, szervusz. Hopp, és... Nem. Azt hittem, hogy... És már ide is értem? Aha, itt van valami város. Ide értem. Megnézem a térképet. Nem! Most mi van? Megörülök, hogy néha elrakom a fegyvert. Még tovább lehetne menni valahogy. Aha. De ez nagyon úgy néz ki, hogy nem egy, talán nem egy civilizált hely lesz. Nem egy civilizált város. Mert hallom, hogy jönnek elő a szörny... De örülök neked. Tehát hallottam, hogy jönnek el. Ó, régi egyetem. Hát ide tudja, hogy kell jönni. Ó, de szuper, szuper, szuper. Teleport. Szevasz, tavasz. Nem tudjátok az otyát átvágni. Tisztogatok tábora. Oké. Ti most mit akartok tőlem? Elraktam a fegyvert. Nagyon-nagyon-nagyon háklisak, ha fegyverrel a kézbe mászkálok. Oké, fiúk, lányok, akkor gyorsan leadom a küldit, amelyet a főküldetést, ugye a fürkészest, amely ugye itt van. És akkor lesz még egy millet küldetés is, amit megcsináltam. Szuper, ügyes vagyok. Végül is. No, nézzük. You're back. Here's the Oculus. You were successful. I'm ready to begin. Készen állok. Ugye ő is valami látást akar nekünk adni, ugye? Jól emlékszem. Y. I'm ready. Then brace yourself. This might be quite painful. Remélem nem kell nyomogatni semmit. Ó-ó. Megint valami átvágás lesz? Ez most mi? Műtét lesz? Én nem emlékszem műtétre. Valami látást, hogy visszaad nekem, hogy látással megajándékoz. Jaj, hogy a szemet! A szememet akarra kivágni és berakni valamit a helyére? Hínye, de durva lesz!
Így de durva lesz. Milyen szemünk lesz, gyerekek? Az én szép kék szememet nem akarom odaadni senkinek. Üdv újra köztünk. And I don't feel any different. You did well. What am I looking for? Lost memories. Pariahs in time. Not all will come to you at once. Your vision is no longer linked to time's arrow alone, but to the entire causal web of your life. It has ceased being an uninvited guest and has become a friend you can control. Return to Caineth. He will guide you further. Caineth. Az most nem vágom, hogy kicsoda. Az most nem vágom, hogy kicsoda. Mert ugye tényleg rég játszottam most a játékkal, de majd szépen szerintem majd megint... You are welcome. Semmi, oké. Szépen megint majd föl kell venni így a fonalat. Hát valószínűleg a Kénen, ugye ő, hogy ő küldött ide ő hozzá, gondolom én. És az meg ugye csak egy ember lehet, az ott kint az egyetemnél. Vagy hol a figyfenébe. Fiúk, lányok, viszont itt lesz, amúgy sem megyek most vissza, hogy oda Kénenhez, hanem valószínűleg, hogy itt fogok borzalmasan sokat barangolni. De, nézzük már meg azt, hogy... Hogy, igen, akkor valószínűleg, hogy a... Az nincs hátra a szintugrás, tehát nincs képességpontom, mert azt elvégeztem. Oké, fiúk, lányok. Akkor ennyi lett volna ez a rész. Ugye megkeresem a legkorábbi időpontot, amely 12 lesz talán. Nem, félrenéztem az időt. 21, 19. Itt van 17. Meglévő játék felülírása. Tehát visszatért Suzuka, most már úgy, ahogy akkor igyekszem azon, hogy szépen szeptemberben és majd a további későbbi hónapokban is, természetesen most már nem lesz ilyen hosszú szünet, hanem akkor nem új mentést akarok. Ja, hogy kilépés, bocsánat, már ezt is elfelejtettem, és autómentés és kilépés, jó, oké. Tehát, hogy akkor mostantól fogva már folyamatában jönnek majd megint a videók, elég volt ez a kis mással foglalkozás. Habár elég, meg kell mondjam, hogy elég rossz idő volt augusztusban, hát én azt itt gondoltam, hogy valami borzalmas nagy melegek lesznek megint, és nem. Tehát melegebb volt tulajdonképpen a júliusi hónap, az ott rohadt dögmeleg volt. Na jó, mindegy. Fiúk, lányok, köszönöm szépen a figyelmet, egyetek sokat, legyetek kövérek, sziasztok!